Jó reggelt Albenga mellől! A mai cél Menton, ami már Franciaország. Ez csak 90 km. Azért csak ennyi, mert egyrészt még mindig fáj a térdem, másrészt meg a következő kemping már Nice után van, ami még 40 km. A távolabbi cél nem fér bele se erőlétbe, se időbe. Főleg, hogy néha tolom a biciklit, ami jócskán rontja az átlagsebességem. Ma is mindig megállok nézni a tengert, az utat, ami néha lejt, és ahol tudom pihentetni a lábaimat, mert szerencsére felváltva fáj, felváltva nyilal bele a szúró érzés, ami most a legkevésbé jön jól. Még messze van Franciaország, de mégis egyre közelebb. El is búcsúzom Olaszország minden neve sincs látnivalójától, például a Tuinvan virágoktól, ami olyan, mintha a virágban lenne egy másik. A vicces szobroktól, a virágba borult kerítésig. A kisautókról nem is beszélve. Nem is érezném magam Olaszországba, ha nem lenne annyi motoros, meg annyi kisautós. Ma sem maradt ki a felhűtlen száguldozás a mediterrán fák mentén. Már csak a zene hiányzik. De nem is baj, mert úgyse hallanék belőle semmit a menetcél miatt, másrészt anélkül biztonságosabb. Az olasz fauna ma is megajándékozhat a kabócák fülsiketítő énekével, bár tudom, hogy ezt még Franciaországban is hallhatom. Impéria utcáin kis hián elcsapok egy figyelmetlen helybelit, bár utólag egy hangoszkúzóval elnézést kér. Már csak egy kiadós esés hiányzott volna azért megtépázott lelki és fizikai állapotomnak. És hogy a hangulatom még rózsásabb legyen, a héttapos biciklin való görnyedéstől megérkezik a hátfájás. A lapockám fölött az egyik izom görcsbe rándult, és olyan, mint a hátba szúrtak volna. De ezt is fogjuk fel pozitívan, így legalább nem érzem a térdfájást, ráadásul ezt ki tudom tornázni akár menet közben is. Az egyik kezemmel kormányzok, a fájossal meg válkörzéseket végzek. A sok baj mellett azért az a megtisztelés ért az égiektől, hogy pár napja nem esett az eső, így a beázott bakancsom, ami hátul van felkötve, szép lassan megszárad. Ugyanezen okokból van felkötve a zoknim is, valamint jól látszik a letört kameratartón vége, amit max verekedésnél tudnék használni, de nem ezért hagytam meg. Abban bízok, hogy kitalálok valamit és még életet lehelek bele. Lassan elérem Sanremót, ez a tervezett táv közel 70%-a. A határ innen még 30-35 km, azt hiszem ez még fájós háttal és lábbal is letekerhető, főleg, hogy alig múlt dél. Amikor legutóbb itt jártam, már este volt és nem sokat időztem a városba, csak a szálláskereséssel voltam elfoglalva, épp ezért ma több időt szánok arra a városra, ami legutóbb csak szörnyű emlékekkel szolgált. Például az egyik legrosszabb, hogy egy Fiat Ducato mellett aludtam, a porban az országúttól 4 méterre. Maga a város alapból csodás, tele szépen kimunkált házakkal, a partról nem is beszélve. Végig pálmafák szegélyezik, sok helyen látszik a kikötő, amiben a hajók lágyan ringatóznak, hirdetve a hely gazdagságát. A bicikli út sima, és kevesen is vannak. A mediterrán mentalitás ellenére nincs szemét, ez az olasz Riviera gyöngyszeme. Talán olyan, mint Monaco, vagy mint a franciáknál Nice, amit szintén meg fogok mutatni. Az első látnivaló a Giardini Municipali Ormond Park. Szerencsére ez teljesen útbe esik, és pár fotó erejéig meg is állhatok. A másik dolog, ami megér pár kattintást, az a Santuario della Madonna della Costa templom. Ez az előzővel ellentétben teljesen nem esik útba, sőt fel kell menni egy kisebb dombra, hogy megcsodálhassuk ezt az olasz remek művet. A város utolsó építészeti különlegessége az Ortodox templom. A szomszédos Ukrajnában ez biztos mindennapos látvány lehet, de itt a Rivérán különösnek tűnik. Pár fotó, aztán guruljunk tovább. A városnéző túra után vissza a partra és irány a határ. A haladás nagyban segítette ez az alagút, amire szavakat nehéz találni. Tök egyedül vagyok egy jéghideg alagútban, aminek nem látom a végét, sőt már az elejét sem. Az is lehet, hogy zsákutca. Végül szembe jön velem ez a bácsi, aki elmondja, hogy jó felé megyek. A plafont végig Tour de France-os, illetve Giro Itáliás képek díszítik. Az egyiken mosolygok, mert 1917-ben az átlagsebesség 22,49 km/h volt. Ezt most a szomszéd Marika néni is megtekeri, ha akciós a tej a boltban. A 17 Celsius fokból újrakint 36 fokban. Ez a hőingadozás igazán jót tesz a térdeimnek, de a látvány azért kenegeti a lelkem. Az utolsó olaszváros is végre elérkezett. A stílusos házaival és a szokásos forgalommal, ahol beelőzni a kocsisort nem bűn, a rendőrautóról nem is beszélve. Az ott már Franciaország! Hát eljött ez a pillanat is, két napja ezt el nem hittem volna. Az SS1 számú úttól elbúcsúzok, amin 400 km tettem meg, még Pisa után jöttem fel rá, megérdemli a búcsút.
örömömbe két kézzel csapok a levegőbe, ami cseppet sem veszélytelen, mert a közel 20 kg-os első felszerelés, mint a Skynet, öntudatára ébred, és azonnal átveszi az irányítást a bicikli felett, mihelyest elengedem a kormányt. Az utolsó méterekhez nem fűzök kommentet, csak annyit, hogy nem kevés kitartással most fogom harmadjára átlépni a francia határt. Biciklivel! Kicsit arrébb megállok, hogy életjelet adjak magamról az otthoniaknak, és hogy eldöntsem, menjek-e tovább, vagy megálljak itt. Csak mert a következő kemping 36 kilométerre van. Két óra alig múlt, ezért a folytatás mellett döntöttem, és alig egy óra múlva ezt a felvételt készítettem. Ezt akartam megmutatni. Az ott már Monaco. Kis bolyongás után ismét megejtettem a határátlépést, csak immáron a világ egyik legluxusabbnak számító országába. Valószínűleg nem itt fogom megvenni a napi betevő falatot. Mi jut eszünkbe először Monacóról? A gazdagság? A napsütés? A kaszinó? Nekem a Forma 1. Épp ezért végigbiciklizek a pályán, ami természetesen most sima közút, eközben bemutattam a hercegséget. Az ország ötnegyedből áll, melynek a legnagyobb települése Monte Carlo. Jelenleg itt vagyok. Euróval fizethetünk, persze csak akkor, ha rendelkezünk belőle bőséggel, ami rám nem igazán jellemző. Monaco GDP-nek 100%-a a turizmusból fakad. Még Magyarország gazdasági szempontból agrárország, addig Monaco turista paradicsom. A pályát bár körbe biciklizem, de csak a legfontosabb részeket mutatnám meg. Az első a célegyenes. Az útburkolaton még most évközben is jól kivehető a rajtrács felfestése. Az egyenes végén 270 km/h-val taposnak a fékbe, és 90-nel veszik be a tűéles kanyart. Erőltetett menetbe feljutunk a pálya legmagasabb részére, ahol a kaszinó található. Ahová én nem mehetek el, csak kerülővel ennek a kedves rendőrnőnek köszönhetően. Innen a legszebb a rálátás a kikötőre, ahol tucatjával parkolnak a luxushajók. Végül csak elértem a kaszinót, ahol készítettem pár fotót. Majd elindultam lefelé, ahol bevettem a Mirabót, majd a Forma 1 leglassabb kanyarját, amit közel 50 km/h-val is képesek teljesíteni. Még két jobbos kanyar, és elérjük az alagutat, ahol 250 km/h-val repesztenek, csak úgy, mint én. Ezután jön a pálya leggyorsabb része, 290-nel. Majd a sikán, ahol én most nem tudok menni, mert egy étterem van a helyén. A tabak után jön a strandrész, ami futam idején szintén nem így néz ki. Majd a rászkász, amire szembefent a hegyen látható az erőd. Kicsit arrébb a célegyenesre ráfordító jobbos, ahol Juan Manuel Fangio szobra áll, az emberé, aki Schumacher után a legtöbb VB címmel büszkélkedhet. És ahol 3 éve rólam is elkészült a Nike-t is jártam fotó. A varázslatos városnézés után ismét Franciaországban úttam a kilométereket, ahol a gyönyörű sziklás táj és a még sziklásabb úthálózat tette felejthetetlenné a mai nap utolsó erőltetett óráit. Tegnap megígértem, mondok egy imád a testi-lelki egyensúlyomért. Hát eljött az ideje, hogy beváltsam az ígéretemet. Bármennyire is hihetetlen, de segített a fohász. Holnaptól híre hamvasa lesz a térdfájásnak. A rövid, de lényegre törő égiekkel való beszélgetés után jött még egy kis gyönyörködés a tájban, na meg a gazdagságban. Bár itt nem kék a tenger, de ez jellemzi a Rivierára, mely franciául Côte d'Azur, jelentése azúrpart, amit hamarosan Nice-nél meg is tudok majd mutatni. Ami nincs is messze, mert a távolban ereszkedő repülőgép már a város nyugati végén fog landolni, ahol a kemping is van. Előttem hever Nice, még én sem hittem volna, hogy ez összejön, ezért is adtam ezt a címet a mai napnak. Sajnos már délután van és a napállása miatt nem olyan szép, mint délben, de szerencsére pár éve lefotóztam az azurkék tengert. Lent sajnos nem olyan szép minden, értem ez alatt a dugót. Még biciklivel is elég sok időbe telik, mire megnézem a város két látnivalóját. A mai nap második ortodox templomát, illetve a Notre Dame-ot, aminek vakító fehérsége maga mögé utasít sok híres katedrálist. De a város alapjában gyönyörű, tele díszes, tiszta házakkal, és az utcákon nem látni szemetet. A késői óra ellenére, na meg az, hogy még gőzöm sincs hol alszom, azért tekertem egyet a parton, ahol csodaszép fotókat készítettem a tengernek köszönhetően. A tömeg elől elmenekülve kiértem a város szélére, ahol pár nő egy medencében biciklizett. A dolgot nem tudtam hová tenni, ezért léptem. Hamar elértem a repteret, ahol a magángépek úgy sorakoztak, mint éhes emberek a kenyérosztásnál. A kemping 19 órára meg is van, és szerencsére nem drága.
A szokásos esti programok után kaptam egy kis hangzavart a szomszéd übermensektől, akik 10 után se hagyták abba az ordivába beszélgetést, ezért elő a füldugó és aludjunk.